Okay. Békés karácsonyt tanulnak, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon, és a mai videóban kis dobpergést. Be fogom nektek mutatni a 2 vadonatúj iPhone modellt. Csumiskácok, sziasztok, Tom vagyok, még mindig. A mai videó az iStyle támogatásával jön létre, egészen pontosan tőlük kaptam ezt a 2 csodálatos, extrém gyönyörű modell kipróbálásra. Az egyik ugye a már jól ismert iPhone 11 Pro Max, az éjzöld, azaz Midnight Green színben. A másik pedig a nevezetes kis tesó, az iPhone 11, ami pedig feketébe érkezett meg hozzám. Mindkét telefon eszméletlen gyönyörűen néz ki már, a doboza is egyszerűen és eszméletlen kíváncsi vagyok, hogy fognak kinézni. Mesztelenül, mármint doboz nélkül, értek? A videó elején szeretném leszögezni, hogy nyilván nem vagyok egy ilyen tech guru, nem fogok olyan dolgokat mondani, amiket még Magyarorsi Csaba is mondana, de ezt azt hiszem a legutóbbi ilyen videó során is leszögeztem. Szóval, ha a különleges technikai specifikációkra vagytok igazán kíváncsiak, akkor mindenkit látogassatok el Csaba vagy más ilyen tech arcoknak a YouTube csatornájára. De ha kíváncsiak vagytok, hogy fognak kinézni ezek a csodák, és azt hiszem itt a csodaszámlálót elindítom, mert körülbelül még 50 000-szer el fogom mondani ebbe a videóba, akkor maradjatok bele! Első körben ki fogom nektek nyitni ezt a gyönyörűséget. Mint látjátok, a fóliát már leszettem a dobozról, és belekukkantottam, viszont... Damn you guys, it looks so fine! Az a kutya meg a macska rúgja meg. Ez a telefon nagyon sokan hívták, vagyis hívják az iPhone XR-nek az ilyen továbbfejlesztett újított verziójának. Ugyanazt a kamerarendszert kapta meg egyébként, mint az ex-iPhone XS Max, you know what I mean. Annyi különbséggel, mint láthatjátok, hogy itt a kamerák azok igazából így külön vannak. Illetve az előlapi kamerája például már sokkal jobb, mint a régebbi modellnek, ami ugye fontos, hogy szeret szelfizni. Nem, én amúgy nem szeretek, hagyjuk is. Viszont ennek a kis készüléknek a kijelzője az még mindig nem OLED, hanem egy ilyen liquid retinának nevezett típus. Úgyhogy azért van eltérés a XS Max és az 11 között, 10S Max, 11, hívjátok, hogy akarjátok. De ha pontos specifikációkra vagytok kíváncsi, akkor az infobotba leírok mindent. Kapcsoljuk is be! Wow, here it is! Ezt láttátok? Felnyitotta az arcom. Ja, várjatok, nem is előtöttem még be az arcom, akkor igazából csak úgy felnyílt, pedig már büszke voltam rá. Itt látható a kis készülék, nagyon kis csinos, és hát amire mindenki nagyon kíváncsi, meg ami talán a legnagyobb fejlesztési az új iPhone-oknál, az a hatalmas széles látószögű kamera, amivel rendelkeznek. De mindenek előtt nézzük meg az iPhone 11 Pro-t is, ugyanis hát az igazán nagy kamera fejlesztés az ebben a kis készülékbe csöppent bele. Na jó, srácok, nem fogok kamuzni, ezt a telefont igazából már 2 napja használom, mert egyszerűen nem bírtam ki, hogy ne bontsam ki. Csak nézzétek meg, mennyire gyönyörű ez a matte finish, amit kapott a hátuljára. Itt látható a fidget spinner elrendezésű, vagy sütőlap formájú kis kamera, amivel nagyon sok ember nincs kibékülve, és nagyon sok embernek szúrta a szemét, hogy hű, ez hogy néz ki, ez ronda meg, blabla. Nekem személy szerint egyébként tetszik, illetve ez a Midnight Green szín is valami eszméletlen gyönyörű. Itt látható szintén a tavalyi modell, illetve az új. Méretre természetesen ugyanolyanok, nyilván ami belül van itt igazából az a lényeg. Javult az akkumulátoridő, valamivel gyorsabb lett a telefon, nyilván a főfejlesztés, mint már említettem, az a kamera. Mégis én úgy gondolom, főleg, hogyha valakinek már megvagy az előző modell, hogy nem feltétlen fogjátok úgy érezni, hogy hú, ezt be kell szereznem, le kell cserélnem. Az árak azért elég borsosak, szóval tényleg nagyon sok embernek érdemes átgondolni, hogy megéri-e beszerezni az új telefonokat. De minden esetre 2 napja használom és lenyűgöző. Szóval, mint láthatjátok, itt van a kis kamera, ott a lábam. És itt van ez a 5-ös kis gombocska, amire, hogyha ráhúzzuk, wow! Ilyen széles látószöget tudunk kapni, bár ezt most egy fehér falnál annyira nem éritek át. De mondjuk, ha a ruhásszekrényemet nézzük, meg az ajtómat, akkor azért igazán látszik, hogy mennyivel nagyobb látószöget tud adni ez a nagy látószögű kamera. Illetve ugyanár ezzel is nagyon közelre tudunk zoomolni, de hát azért... That's crazy. Csoda, hogy nem látom a Costa kilincsen. Illetve ez a telefonhoz már jár egy gyors töltő is. Gyakorlatilag kicsit dagadtabb és dundibb, meg ilyesmibb lett. Ezzel most már gyorsabban fel tudjátok tölteni a telefonotokat, körülbelül olyan lesz, mint tudjátok, ezek a tavaly megjelent ilyen gyors töltő pedek, amikre rátehetted a telefonodat, és hamarabb feltöltötte. Csak most már ezért nem kell plusz pénzt fizetni, hanem ugye az Apple megajándékoz egy ilyennel. Emellett ugye még itt van ez a Lightning Cable, amit mindig adnak hozzá, azzal a különbséggel, hogy ebbe a töltőfejbe már egy USB-C-s bemenet illik. Take my heart on the old town road. És szintén már sokan szerették volna, de a kis töltőfej az nem lett USB-C, és tehát még mindig a Lightning bemenet találta meg az iPhone alján. De ki tudja, lehet ezt a fejlesztést az Apple majd a 2020-as iPhone-ba fogja hozni. Szintén jár a telefonhoz egy fülhallgató, illetve a megszokott kis Apple
matrica, leírás, minden, amit tudnunk kell a telefonról, illetve egy ilyen SIM-kártya kipöccintő cucli. A kettő telefon között igazából így érintésre én azt a különbséget veszem észre, hogy azért mégiscsak, mivel ugye ennek a kávája is nagyobb, meghagyta az Apple ezt az olcsóbb kialakítást a 11-en, így azért tényleg, amikor a kezedbe fogod, akkor látod, hogy a 11 Pro Max azért egy kicsit ilyen luxusabb kivitel, egy kicsit ilyen extrább, drágább megformálás ennek a készüléknek. Azonban ez a telefon viszont nagyon cuki, és ami a legszebb és legkirább dolog az egészben szerintem, hogy millió-millió színbe érkezik, ami szerintem tényleg csodálatos, mert így mindenkinek az egyénisége az kibontakozhat valamilyen szinten a telefon választás terén is. A kettő közötti technikai különbségek szintén a leírásban lesznek, csekkoljátok le őket. Én valószínűleg, hogyha ennyi pénzt kiadnék egy új telefonért, akkor már ezt venném itt a kezemben. Azonban ez is fantasztikus, jó, tényleg rengeteg embernek használra válhat. Basszus, azért eszméletlen jól néz ki mindkettő. Ha esetleg nem volt iPhone 10 vagy 10S vagy 10S Max modelletek, akkor érdemes a csere, mert tényleg azért az iPhone 7-8-hoz képest már többet tudnak ezek a kis készülékek, illetve tényleg nagyon szép a kivitelezés, meg a Face ID, meg minden, ami ugye ehhez jár, az, hogy nincsen már home gomb, meg Touch ID, azt szerintem tök különleges, meg nagyon extrává teszi a telefon. Viszont, hogyha már beruháztatok egy iPhone 10 modellre, vagy 10-es, vagy 10-es Max, amit már említettem, akkor valószínűleg nem fog olyan nagy újítást adni. Ez a kis készülék, ha csak nem arra vágysz, tényleg, hogy hatalmas látószűrű képeket készíteni. Illetve egy kicsit jobb legyen az aksid, kicsit jobb legyen a processzorod, és még néhány ilyen apró fejlesztés. Le fogom-e váltani az én modellemet egy ilyen modellre? Itt jön az érdekes pont, hogy alapjáraton nem szerettem volna, és úgy voltam vele, hogy hát nem fogok venni, viszont amikor tényleg így kipróbálod, és mégiscsak belepillantasz abba, hogy azért tényleg egy picit mégiscsak jó, akkor elég erősen elgondolkozol. És ezért egy picit itt észrevehető az, hogy milyen befolyása van a marketingnek, illetve a fogyasztói társadalomnak. De nem tudom, rettentően gondolkozom, minden esetre tényleg gyönyörű ez a modell. Az első kamerája is nagyon csinos, haló! Ső, egyébként ezzel is tudunk már kicsit így távolítani, mint láthatjátok, szóval tényleg egy-két fejlesztést kapott a telefon, viszont nekem még mindig nem annyira áttörő, mint amire én például vártam volna. Itt láthatjátok, hogy gyönyörű vagyok. Egyébként az iStyle oldalán fantasztikusan személyre lehet szabni az iPhone-odat, kiválaszthatod, hogy hány gigás modellt szeretnéd, illetve milyen színben. Ez itt például a 11 Pro modell, ami eléggé gyönyörű, azért valljuk be. De természetesen választhatod a Pro Max-et is, amit ugye én is szívem szerint megkaparintanék. Itt is ugyanazok a lehetőségek, választhatsz hozzá egyébként biztosítást is, ahogy szeretnéd, törlesztő részletre is lehet venni, és hát úristen, képzeljétek, már van ilyen átlátszótok is, amit csinált az Apple, és hiszen annyira büszke vagyok rájuk, de úgy tényleg, mert végre minőségi átlátszótokat tudok venni, hát nem mondom, hogy jó áron, de legalább jó minőségben. Ah, és akkor ne beszéljünk az iPhone 11-ről, amiben annyira gyönyörű színek vannak, és nézzétek meg, csak nézzétek meg ezt a lila, mennyire királyul néz ki. Nekem nagyon fura egyébként, hogy lilának nevezte az Apple, főleg az ilyen éjzöld és ehhez hasonló színek után, úgyhogy ez a modell szerintem sokkal inkább egy ilyen levendula beütést ad. A másik kedvencem pedig a zöld, ami pedig sokkal inkább egy ilyen minta. Minta? Ami pedig sokkal inkább egy ilyen menta. Jézusom. Szóval egy ilyen menta színt ad számomra legalábbis, ezek gyönyörűek, hogyha én választanék, akkor biztos, hogy e között a két szín között vacilálnék. Jaj, még egy random tipp, mindenképp vegyetek üvegfóliát a telefonotokhoz, hogyha olyan bének vagytok, mint én, és nem akarjátok, hogy tropára menjen az első hét után a csodás kis kijelző. Ez amúgy nem szponzorált volt, ez csak úgy mondom. Viszont ami ugye a legérdekesebb az, hogy hogyan teljesít egy nap folyamán mindkettő csúcskategóriás készülék. Szóval a mai nap folyamán el fogom vinni őket az utamra, és egész pontosan ő fogja kijelenteni mindent, amit a mai nap folyamán csinálok. Az iPhone 11-em és az iPhone 11 Pro Max-em. Erről videó is fog készülni, úgyhogy mindenki iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszett ezek mini unboxing videók. Dobjatok egy lájkot, és találkozunk a következő szombati videóba, ahol ez a két készülék fogja irányítani a napomat. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk hamarosan, sziasztok!